Vissza is érkeztünk, ahogy azt ígértük, és jön a nap mérkőzése, avagy Lenovo Legion Honvéd és Wild Multi Gaming, az... A győztessel pedig interjút készítünk. Egy elkis vizet. Mások kigyőztesek. Igen. Már nem tudok adni én is. Tessék. Na. A győztes csapatból egy játékossal pedig interjút készítünk, a Honvéd és a Wild összecsapásán, hiszen ma ez lesz a nap mérkőzése. A srácok már említették korábban azt, hogy milyen eredményt várnak a két csapattól, most pedig még egyszer látható a két csapatnak a felállása. Így ennek megfelelően majd ti is elkölthetitek Twitch-en csatorna pontjaitokat arra a végkimenetelre, amit majd Sziki bedob nektek, hogy mire lehet fogadni. És itt is vannak a statisztikák. Speedy? Itt az elég kimagasló szerintem, itt a Honvéd oldalára az a 12 multikill. Mert ugye itt nem feltétlenül foglalja magába, hogy hány killről is van szó, hanem itt inkább csak az alkalmat mutatja számszerűen. Az a 12 szerintem eléggé beszédes, tehát itt ebből kijön a nyers erő és a potenciál, hogy akár egyedül is képes felvenni a kesztyűt több játékos ellen, és ez szerintem inkább védekező oldalon lesz majd fontos. Hamarosan kiderül, hiszen már csak pillanatok választanak el bennünket attól, hogy megtudjuk egyrészt a mambokat, másrészt, hogy a nézők is értesüljenek arról, hogy hova fogtok elutazni. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek, indul a mérkőzés. Köszönjük szépen, Anivar. Hú, hát kíváncsi vagyok, hogy amit a felvezetőben is mondtam, kitértünk erre a napmérkőzésre is kicsit részletesebben, hogy a Honvéd tudja tartani azt a tempót, amit tegnap már úgy elkezdtek sebélyék, tehát két győzelmet is beúsztak a level up, illetve Plague-gel szemben, 13-8-13-11 arányban, Askenten, illetve Heavenen, és hogy most mi lesz a pálya, azt meg is tudjuk nézni, hiszen Berci producer kollégánk már is mutatja nekünk, Icebox, Split, Heaven, Bind, illetve Breeze bandolását követően, hát megint Askent lesz a dead helyszíne, örülünk ezt, Vidi. Én mindedig örülök, ha még folyamatosan változik a pálya az adott napon, úgyhogy persze, természetesen. Bár lassan szerintem most már megnéznék egy bindet is egyébként. Tegnap az nekem kimaradt, és nyilván a régi pályáknak az egyike, és kicsit sajnálom, hogy egyébként most azt így annyira nem látjuk, de mindig az is örvendetes, hogy az új pályákat láthatjuk egyébként akcióban, és hogy alkalmazkodnak, és hogy fejlődnek rajta a csapatok. Mondjuk ezt mondjuk már annyira nem számít szerintem újnak. Senkinek sem. Igen, Bindi Split még azért olyan sokszor nem került képernyőre. Láthatjátok ugye, mivel páros számú az 6 darab pályánk van a mappulban, aki esetleg még nem nézett volna Kantheim-ne Valorant fordulót, illetve egy mérkőzés sem, annak elmondhatjuk, hogy ugye a 6 pályából valaki 3-at tilt, valaki 2-t, és aki 2-t bannolt, annak megvan a lehetőség arra, hogy oldalt válasszon, hogy melyik side-ot preferálja kezdésként, nyilván azt is láthattátok ott a jobb felső sarokban, illetve a pályán belül a fönti részen, hogy ki hol fog kezdeni. Hát a Wild az jelenleg a harmadik, ugye neki még csak két mérkőzésük volt, úgymond ugye múlt időben kell beszélni, hogy a Plague-et verték meg 13-10-re, illetve a korábban is, illetve ezelőtt látott Zero to Hero 13-4-re, az egyik például pont Askenten volt. Zero Hero elleni mérkőzésük még július 28-án, illetve a 3 site-os Heaven volt a másik pályal a Plague ellen tudtak diadalmaskodni, úgyhogy most jönnek majd szépen tőlük is a pótlások, ugye azt is elmondtuk, hogy jövő hét Ternán fog majd kétszer játszani a Wild Multigaming, köszük majd egyébként a Heat-tel is, de hát most hát azt nem mondom, hogy be kell húzniuk a kötelezőt a Honvéd ellen, mert én még mindig bízom abban, hogy kitart a Honvéd lendülete, és akár tud meglepetést okozni a Wild ellen, de hát a papírforma azért, illetve az occokat is, hogyha megnéznénk, ha lennének, akkor lehet erről beszélnének, amiről én most beszélek. Hát lássuk, hogy mi lesz a végső választás. Úgy tűnik, hogy egyébként a Wild egész maga biztos volt abban, hogy mit akar kihozni erre a pályára. Most egyelőre még Lenovo Legion Honvédra várunk az utolsó három döntésre, azért ők is kettővel már belokkoltak, tehát jöttökön belőle kell, hogy dőljön, hogy mi lesz maradék. Egyelőre, ami mindkét oldalon megjelent, az egy chat. Ha csak visszavált, nem. akkor ennyit a chatről, semmi végül a Viper mellett döntött. Azt hittem, hogy most már az fixen bent fogja hagyni, csak nem lokkolt le.
aztán végül megváltoztatta a döntését. Végül Kemper kezébe kerül egyébként a Jet. Jó helyen van ott. Tegnap is illírozott vele elég rendesen. Meglátjuk, hogy ma hogy fog elsülni a keze. Ugye kiemelt pillérünk volt LCDF, de egyébként Black Bunny is jól játszott. Sebbinek is voltak multikilles körei, ráadásul egyébként statisztikák alapján az első fordulót követően Sebbinek voltak a legjobb statja, hogyha jól emlékszem. Hogy akkor őt emeltük ki. Azért szerintem abban megegyezünk, hogy én ezt pedzegettem Matthew-val tegnapi nap folyamán, hogy nagy valószínűséggel ugye Sebi korábbi Csé csapataiban és inkább a Ziggy a pozíciót töltötte be. Szerintem ez Valorantban is változatlan, nem? Vagy tőzsetek tudsz valamit, de szerintem itt is egy állásponton vagyunk, a mondó vagyok. Tehát abszolút ugyanez a tendencia megmaradt, meg... nem igazán láttam azt, hogy mondjuk más a felállásból olyan maga biztosan át tudná venni, mint ahogy egyébként Sebitől megszokhattuk az irányítást egy korábbi játékokban is. Hát van a pontos fogadásunk is a képernyőn, tehát ott alul ezúttal. Hány kör alatt ér véget a mérkőzés? Most nem azt kérdezzük, hogy ki fog nyerni a nap meccsén, hanem hogy hány kör alatt fog ez a játék lezajni, 19 és fél alatt vagy 19 és fél felett. Vegyétek meg tétjeiteket. Kemper azonnal kontaktolja a közt, egy Omen Smoke már kin van. Egy kis a füsteteli rendesen, Kempernek próbálok talán zajt kelteni, hogy nem lép tudjon osonni bár vonokon, úgyhogy természetesen nem ad ki. Lassan indul ez a támadás, mint hogyha egyébként nem is Sebi. Ha másból nem, akkor ebből kiderül, hogy tényleg Sebi irányít. Szokásos, kimért lassú támadási struktúra a Honvéd részéről. Comes for the Black Bunny. Tudott tegelni. Kemper már itt van pizzában. Ajtó lecsukva. Piacnál. Egyébként ez 35. Most így nagyon kedvező. A Honvéd számára. Kemperét el tudja zárni a rotálást, és négyen futhatnak rá a két érkező játékosra. Csak lassan megkérdezte ezt a támadást, most valami 125-re belül vagyunk, és már fel is sorakoztak Baronnak Spike-kal. Lássuk, mi lesz ebből. Husszár elhúz egyet, viszont Kempertől jön a válasz. RB leugrik Heavenből, duplázni tudja, de jó volt a line-up, és a következő lövés is jó erre ment volna a füstök keresztül, talán még nem született belőle. Pedivel Kemper bánik el, és Arby is elhullik, Sebi tud lőni egyet, még a pisztolya a likke berohan, és nincs idő, indulhat a fogócska, de nem fogja utolérni őt, szerintem, és vége a körnek, amikor Kemper lelövi. Hát, itt jön fel az a kérdés, szerintem mindenkiben, vagy legalábbis bennem biztosan, mi lett volna, ha 5 másodperccel előbb elindul ez a támadás? Hát ha maradt volna minden úgy, és Kemper nem így van, de akkor a Honvéd megnyeri a pisztolykört. Azonban nem történt meg, pedig szép volt a válasz Sebitől és Kempertől. Ezen a 2v szituációban. És hát nem mondom azt, hogy az utolsó pillanatban, mert már javában letelt a rendes játékidő, úgymond. Itt a kört lezárott timer előtt. Nem lett meg tehát a frag. Tehát már csak abban lett meg a frag, pontosabban. 1-0 a White-nak. Vagy a Toxin. Viper-nél. Ki vagy? Oh! Közben. Állni kell a drónt. RB és Huszár pedig most kifoglaltak. Nagy duó az övéjük, ugye. Szenzációs ez a fegyverskin egyébként. Ez még a lövés hangja is egyszerűen. Fizi pisztoly. Most kettes kill egyébként a wild részétől, különösebb ellenásba, itt nem igazán ütköztek. Kemper van szorult helyzetben most. Jó irányba tart, egyelőre Husszára kell felvele kesztyűt, de ő azonnal le is üti ezt a labdát. Árbival együtt hatolnak előre és mennek végig a pálya különböző szekreteiben. Már mind a ketten egy-egy dupla kill-nél járnak. 30 seconds left. Jelzője maradt egyedül. Melege is van. Lenyezőjével kicsit.
jegyezte magát, hogy adjon annyira. A catwalkon próbál előre vosonni, hát tud még esetleg fegyvert elvenni, de 12 másodperc van megint a zónán, ugye ott a spike előtte. Hát, már lebukott. X-néjünk, de most már jön a peak Arbitol. Arbitol és egy flawless kör, a másodikban a Wide-nak. Gyors 2-0. Jó volt ez a kifoglalás a Huszán Arbi duótól. Kicsit azt érzem így az előző körből, bár nyilván fegyver átrendben is volt egyébként a Honvéd, hogy kicsit a óvatos Dubaj és a mérges Bika párbaját látjuk. Wide ez nyomulna előre, már védekező oldalról is, míg a Honvéd inkább csak nagyon lassan és kimérten letartott támad. Már az első két kör alapján persze túl messze van a következtetés, nem lehet egyelőre levonni, de semmi irányításából kiindulva valószínűleg ez lesz egyébként a fegyveres körökben is a megállapítható. Ezeket egyébként szereti elengedni a Wild, konkrétan láthatunk a kör elején egy 3-2-es setupot 3 AV-dővel, 2 B-vel, és... Játék olykor a közt kiszedik az ajtót piacról. Egy perc még. Már ketten is itt vannak középütőleg, bár itt van Kemper segítségére. Mert szépen bekanyarítja azt a smoke-ot kezdőkapuhoz. Meg már itt pedig megindul egy kerítős négy támadásnak lehetünk szemtanúi. Az Omen jön vissza a spike-kal. Én B elé, LTDF ügyel a kezelés, már nagyon bent vannak. Fél perc, újabb Omen smoke, és hát itt Huszár, illetve a Killjoy, mondd így egymagára maradt közösen. Ó, Kemper, micsoda fejes, gyönyörű. És Roland már teszi a plantot. Ha, Kemper most lett el Arbit. Ez egy 3-1 vitték szituáció. Ami pedig lörgből érkezik hátulról, nagyon szép frag. Egy-egyes cserék, de hát ebből a majd lesz majd rosszabb szituációban, hiszen Lentria volt a Honvédnak, így hárman túlélik. Megvan az első körük, jött a szépítés, de még mindig van pénz Wide oldalon. Itten két játékosnak még is csak SMG-je volt védő oldalon. Hát most ez a kivérte támadás győzelme vitte a Honvédot. Kérdés is, hogy ez meddig fog kitartani, de egyelőre azért látható, hogy amint fegyver kerül a kezükbe, azon a készen állnak arra, hogy el is húzzák a kört. A White-tól Arbi tolja egy kicsit ki ezt a pozíciót. Nem látta egyébként ellenfelét átkruszolni a túloldalra. Itt nagyon sok volt most az időzítés ellen, hogy mikor fognak berobbanni, mert nagyon közel vannak már itt a tűzhöz. Arbira repül minden is. A támadás beindul. Jó a Viper fal. Black Bunny tud entrizni egyet, viszont 23 a Viper falon keresztül. Jön a Viper ulti, illetve rekör egy Killjoy is. Kezdünk fejelni, hogy a partnék Huszár folytatja, de jók a válasz frag mindkét oldal, egy frag sincs megválaszolott a lute, jó ég. Folyamatos frag váltás, de igazából itt a vége. Nem maradt több Honvéd játékos, fel lehet szedni azt a spike-ot. Nem tud egyenlíteni a Honvéd. Kettő közte. Nézzük még egyszer. Történt ebben a körben, elég akciódús volt. Megbani egy itó Arbira eléggé kiszorult. De aztán Ike és Huszár megoldotta a dolgot. LCDF pedig próbálta menteni a menthetőt. Ez most nem jött össze. Na lássuk, hogy alakul tovább. Elég gyorsan sikerül megszerezni az ember előnyt. Honvéd javára. Még ott a Rén és elég nullosra kapja is már a gyógyítást. Most a Bálynak ebben látnánk, hogy kezd megoldani. Arvid ki tudott jönni.
rakóról ide beugóba. Vállalja tovább a harcot, Sebi azért ezt könnyű szerrel letartja és likvidálja, és ellenfelét kettes ember előny a honvéd javár így összességében. Kicsit túlzónak érzem ezeket az agresszív kilépéseket a Wide részéről. Legalábbis abban a tekintetből mindenképp, hogy ez változási körökből is kiderült, illetve a kisvésebb irányítását. Azt tudhatja, hogy itt köre első fel, az inkább csak letartás. Erre nagyon nem érdemes agresszívan kilépni. Info. Termet. Landról, Kemper a Jet ultival kivár, röviden. Picit megindul Heaven irányába. Tehát láthatjuk, hogy ez már egy mentő akció a White-tól. Egy kis cselesen kivitelezett A támadás, Sebi jó entry-ének köszönhetően úgymond el tudta kapni Arbit. Kemper megy a fregre. Szeretné, hogyha fegyvert mentene a Wild-ban még életben lévő duó. Hát ők bujkálnak, és ő viszont szerez magának. Hát aztán a kését meg kidobálja semmibe. Mert ezzel nagy bajt nem okozott, hiszen hogyha az ulti kijött, akkor az... Jában nem lehet használva, az úgyis jelhetnék, úgyhogy lehet... gyűjteni megint majd az orbontokat, meg fregelni, hogy... Itt jött követően. Megint ultia. Három egyes állással megyünk. Bocsánat, három kettes állással megyünk. Tehát tovább megint itt megviccelnek. A képekkel. Miközben egyébként van, már megy az új kör, és Chaddy tud is lőni egy entry-t. Sőt, kettes emberölőny van már a Vajnál. CDF kiesik falon át. Arbi most önmaradt Heavenben inkább. Ketten is beleállnak egyébként Smoke-ba. Még egy füst jön. Azonban most már átélják az Omen, próbál teleportálni. Jó a trade! Debivel egy hiba! Közben Chaddy-től az operátorból. És Sebi letisztázza ezt az árakot. Viszont a Spike ült helye. Már egy V3-at kreált, de nehéz feladat lesz majd Sebinek. Közben egy játékos ki is tolja a Killjoy kezdőig. 30 seconds left. És pont késsel megy. Hát itt hátat fordít, és végül 20 árlövire kezdőről. Hát megint közel volt az egyenlítés. Nonvéd csapat átad, de nem jött össze. Újra kettő. Körös különbség, kettő körös előny a vágyavára. Hetedik kör. Kicsit gyors volt a dinamikája az előző körnek, mint az előzőeknél. Tegnap a Heat mérkőzés, a második Heat mérkőzés, amivel zártuk a napot, az volt hihetetlenül gyors, valami 20 perc alatt ment le kb. Hát ez most annak a teljes ellentétje, itt 20 perc alatt talán a fél idő, hogyha le fog majd menni. De annyi baj legyen, tovább elveszhetjük és izgulhatunk a mérkőzésen. Visszaugorva ebbe a körbe, itt nagyon úgy néz ki, hogy egy átámadás lesz majd kibontakozóban. Egyedül az Omen még letart közép felé, négyen pedig toporzékolnak már állárak előtt a Spike-ad. Teljesen visszavonult most még egy játékos. Középre is be akarják majd nagy eséllyel keríteni ezt az állárakot, és úgy két fronton támadni. Be tudjanak jutni és lerakják Spike-ot, illetve hát felszes üzemet is magukévá tegyék. Szár érzi a bajt, visszább is vonul, megindulhat most az offenzíva, nagyon jók a utility-k a Wild részéről, Chaddy tud lőni egyet, ott van neked dupla, Arbi is besegít. Hát Wild-os szemszögből kicsit gyámoltalannak tűnt ebben a formában ez a támadás, Chaddy összességében triplával zárja ezt a kört.
Szép volt, a Jetten Arby segített neki, meg Huszár. Edé az érdem, zártámadás most. Elhalt és meghúznia kell egyet. Van a Holy Zsombé csapatának jönnek a sheriffek. Egy-két kis kevó. És hát nem jött be az A, akkor B-re. Ilyenkor vigyázni kell ezzel a kis faltúrással. Szimfója a szovának. Hiába, meg szerintem azért picit túrni fogja majd a falat. Alapot nem fog találni, Huszár jön egyébként a segítségére. Sebenél megvan a kontakt. RB ezzel már egyszer próbálkozott, amivel most Csedi kísérletezik. Hú. Meg is van neki. Végül Csedi ebből jobban jött ki. Legutóbb RB ezt nem tudta ugyanígy abszolválni. Ike van nagyon közel a tűzhöz. Kirepül, egy aktó is egyébként jó is volt. Meg pár évig előtte tudott ölni egyet. Így is Kemper tudja dodzsolni. Killjoy csapdát és Quickspeed. Magáévá teszi. A B lerakó előtti lobbit. Továbbra is talán nagyon lassú támadás. U30-on belül vagyunk. Mixi úgy töltött, hogy elereszt egy tárat. Ott a falon keresztül Roland hullott most így el. Szárít még megújik a füstben. Neki is füstök keresztül sikerül végezni Kepperrel. Majd pedig kirobbanva abból. Begyűjtőjük a második freget is körben. A 6-2 a Vágyjavára. A körök hosszaságától lehetkítve egyelőre egészen sima fight győzelmeket láthatunk. Nem tudom, hogy vagy vele, de nekem ez a picit elég jó szimpatikus, hogy konkrétan egy LMG-vel falon át meg lehet fogni a B-t, hogy ha ügyesebb vagy. Nyilván most úrosztam, de... Hát, igen. Igen, egyébként. Kicsit balanszolhatóbbá kell tenni talán ezt a részét. Egy másik játékból emlékeztet majd egy dologra, de azt majd talán később elmondom, mert hirtelen beindulhat itt a B támadás. Kemper már el tudott szökni teljesen, a Defender Killjoy már egyébként kint van, és Kemper ebben a pillanatban lebukik. Vixi vajon tudja válni ezt a harcot, átjön a füstön. Onnan látja meg Kempert, és ő meg most már besegít társainak. Nagyon szép a fejes az elfordulást követően. Uramisten, össze-vissza kell dodzsolnia mindent, nem kicsi a feladat, és végül egyébként Vixreg az ultiába hullik el. De sikerül bevenni így is ezt a B-lerakót, hiszen Huszár is elhullott, lekerült a Spike. 4v3-ban lehet megtartani ezt a bombát. Honvéd szemszögéből. Last player standing. Roland közben végez Arbival. Azért kicsit szorosabb lesz ez. Nyitjük ki a Jet 2-t-i Sherry-től, itt már mentenie kell, igyekszik kihozni az operátort, jönnek rá természetesen a honvédesek, egy hiba. A Midas-től is még pont el tud ugrálni AP veszteség nélkül konkrétan. De már egyébként a Reina jön áról, úgyhogy közre lesz fogva. És meg is van a kontakt. Mondtad az esetlenül a doboz mögé, még egy smoke is kijön. Nem jön ki onnan, Csadi jól csinálja. Az idő pedig letelik, úgyhogy sikerül kihozni a felszerelését. 6-3. És... az emlékeim nem csinálnak, tegnap inkább támadóban brillírozott a honvéd. Hát nyilván ez majd a... Ánynak is lesz egy két szavazó támadó oldaluk, sem lesz rossz. Ki tudja, hogy vajon megint azt a 6-6-os fél időt, amit tegnap kétszer is össze tudtak hozni. Mind a levelek ellen, mind a plague ellen. Ezt most, vajon most is meg tudják tudni. Hát, Teddy ezt nyilván nem akarja. És ott van a entrizik a Sky-ra. De megint megtolja a közepet, ez ő védjegye lesz.
konkrétan. Középen a DL-re számít. Hát... Cseri itt van. Kérdéses, be fog nézni. Úristen, de még így is Kemper volt a gyorsabb. Valószínűleg egyébként meglátta előbb az embernek a vállát, és akkor így már könnyebb volt abszolválni a szelövés, de így is. Szép volt önmagában az akció. Spike egyelőre még B irányában van, három játékossal, továbbra is hiába van meg egy entry középen, teljes nyugalom támad oldalról. Viszont ennek a taktikának az a nagyon nagy kockázata, hogy a támadó csapatnak se lesz információ az ellenfélről, hogy esetleg nem szaladnak bele egy lerakó stackbe. A másik három ember itt van a környéken, mondjuk Bélelkor, ami persze most nem realitás, akkor ez egy elég nagy pofon lehet, és egy kisebb információ szerzésre egyébként ez elkerülhető lenne. De úgy tűnik, hogy megint a támadás, 0-20-nál szinte időzítve rohannak be a játékok, egyelőre még megvárják a utilitiknek a végét. Pixi átfelt a nagypapára, de Ikke még elhúzza előre az első freget, majd Ikke tud duplázni. Kükszi még mindig életben, 4 másodpercen belül vagyunk, hát ez így nagyon idétlen. Már a Spike-ot lerakni se lett volna idő, és gyakorlatilag az előtte lévő 20 másodpercben sem történt nagyon semmi. Jön az újabb vásárlás. A Phantom, már csak Kemper, illetve Legbanira várunk. Még egy vonnál érkezik. 3 lesz belőle. Már elhelyezi a kis robotot. Eddig pedig ezúttal 3-5 fog békelni, és nem lő bele a smoke-ba. Lelki szemeim, már én is láttam. Jönnek majd az Astra Smoke-ok is megint. Lehelyezte a két csillagot. Láthatjuk. Rálutazik föl Catwalk-on. Hát jön vissza, és meg is van fal mögöttnek is ebbit, de még előtte el tudta lőni Huszárt. Kemper előkapta most már az ultit. Jön a Skyflash. Eddig füstön keresztül próbálkozik Roland. Szép fejes árbira, és lekerülhet a Spike. Ami azután meg is van, és az hallja Kemper, és meg is van neki a szóva gyönyörű Jenny. Védeli őt vissza klasszikkal. Volt a dobálozás, és majd ember hátányban van. Ketten kellene vagy visszafoglalniuk ezt a zárakót. Fú, jön minden. Szemszájnak ingered LCDF, jó ütemben píkel föl, megvan neki Ike. És Chedi marad utoljára 1v3-ban. Még egy ilyen late-timingban azért megmutatja magát, nincs meg neki a második, vakítják. Az idő nagyon fogy, dobja a füstjét és megpróbálja végigszedni, de hát jönnek Legvanék, és ezt nem fogják megengedni, hogy ezt a Spike-ot hatástalanítsa. Jaj, nem tudott kimenekülni egyik honvéd játékos sem, de ketten berobbannak úgymond, de megvan a zárkózás. 7-4. Kemper itt nagyot ment, azt hittem, hogy meg lesz neki a második. Igen. Kertől függően az elsőjét megnyerni a kört. Hopp, Chedi végig teki, és stat javító fregekre bejött. Kör végén itt már ténylegesen idején nem igazán volt már, hogy megoldja a szituációt. Annyi baj legyen, a próbálkozás nemes volt. Nézzük, hogy most mi lesz ebbe a körbe, itt vagyunk az Esperid utolsó körén, és ránézzük a térképre egy pillantást, akkor B-re rakunk, ketten ki is pusholják, bár eléggé óvatosan, és semmi már elhullik egészen hamar. Majd pedig edzés. Kemper nem tudta, honnan fotolják konkrétan, hol volt a téma. Roland azonban elvi 20-án megint agresszív volt. Ennek ellen így is. Hát mire kimondtam volna, hogy ember van a honvéd. Ó, Kemper, de szép dupla megint. Ezúttal a vandállal 50 másodperc, és megfordítják ezt a 4v3-at egy 2v3-ra. Na nézzük. Roland már is teszi a Spike-ot. Megvan, itt tartja a fűszélét, de nem tudja ellőni a szobát.
Kemper is kiesik, és hiába van Roland egy offengőben, számítanak rá is. Így nem lesz meg a hit, ötös fél idő. 8-4-jel vonulunk a második játék részre. Switching sides. Nagyon kecsök egyébként, hogy a Wild ugyanezt az agresszivitást fogja hozni a támadó oldalon, mert ugye az első néhány körben próbáltak folyamatosan pusholni, aztán kicsit megtorpant ez a próbálkozás. A végén ismételten láthattunk egy-kettőt, meg itt most az utolsó körben. Egyébként többnyire ezt keresen is tudták abszolválni. Most itt támadó oldalon adott feladat, hogy nekik kell majd kezdeményezni, a Honvédnál pedig... Várok valami meglepetést, hogy esetleg ők akarnak-e kitolni valami pozíciót, amely kicsit felfoglalhatja a számításait majd a Wide-nak. Ugye támadó oldal, a nagyon passzív támadó oldal után. És áll a timer. Egy technikai... időkérésnek vagyunk személy sültanúi headset problémák adódtak. Ez pontosan nem tudom kinél. De reméljük, hogy ez is ilyen hamarabb orvosolva lesz, mondjuk az Observer kolléga PC probléma, ez is hamar megoldódott, akkor reméljük, hogy ilyen tempóban ez is meg fog majd oldódni. Hát Wild oldalon van a probléma. Mert kinél. Láthattuk chaten, hogy jöhet a telefonosulás, hogyha másik headset sem akarná az igazságot. Addig megnézzük nagy vonalakban, hogy mi történt ebben a fél időben. Ugye az első piszonyköset, az első két kör az a line-nál landolt, mekkor jött némi szárkózás, egy 2-1-ig. Nem sokáig ez a piszonyköset nagyon kicsimulott egyébként Honvédnak. Túlságosan kicentiszték az A-ugrók, ez az RB Huszár duo, ez nagyon jól mozog a Wide-ban. Régi haverok ők úgymond, és nem csak Valorantban játszottak ők egymással hosszú idők óta. Azért Sebi is kiveszi a részét sokszor a bulikból. Hát ez meg, hogy tényleg egy LMG-ben meg lehet védeni a vét. Kicsit még nekem furcsa, nyilván nem most látom először, de nehezen tudom megemészteni, akkor mondom. Eszembe is jutott, hogy még a régi G1.6-os időkben emlékeztetett ez engem a Bailer, akkor a Dust 2-n. Meg nyugodtan ugye a Larko. Nem kellemes. Ugye Csedi próbálkozott egy 1v3-mal. Talán egy vitte agresszivitást előtt. Kempernek is voltak szép megmozdulásai, hol az ultiával, hol a vandállal. De az utolsó kör. És úgyis a Wide élet. És továbbra is áll a timer. Valószínűleg még nem oldódott meg. Technikai malőr. Azt kell mondjam egyébként, hogy izgalom faktorral nekem talán az előző mérkőzés egyébként jobbat hozott. Bár ez inkább talán azért is van, mert intenzívebbek voltak egy kicsit a körök. Nem olyan nézőben állt az ilyen jellegű támadó oldal, aminek a nagy része igazából csak passzív letartás. Ettől függetlenül még szerintem... Kielégíti az igényeidet. Hát könnyen lehet. Én is kellcső várom, hogy egyébként ő mennyire fognak agresszívan játszani majd. Mert csapatnak beszélés van. Itt a kézilabdában. Örülnek a játékosok. Beszélés. Addig esetleg gyorsan el lehet darálni, hogy mi vár még ránk a mai este folyamán. Lesz még egy Ipon Team Horizon Reapers Level Up,
összecsapásunk, illetve az estét a tipplék csapatai fogják lezárni. Aztán többet kell várni majd a következő fordulóra, de ugyanúgy a szokásos kett szerda menetrend megmarad, hol 3, hol 5 mérkőzéssel. Érdemes az Ensport 2 TV-vel maradni, érdemes bekövetni, hogy értesítést kapjatok, vagy esetleg keresétek a Magyarországi Ensport bajnokságot a social media felületeken, most Facebook, Insta, stb. Instagramban egyébként délelőttönként szavazhattok ti is, hogy ki fogja megnyerni az adott párosítás. Ugye most jelenleg Valorantban zajlik már csak a bajnokság, úgymond. Illetve hát ugye talán egy kis emlékeztetőnek, hogy jövő héten ugye az első napon 10-én majd csak egy rövidített nap lesz 3 mérkőzéssel, viszont cserébe utána majd szerdán rögtön másnap egy 5 mérkőzéses nap lesz. Egyébként közben próbálom egy számogatni a tabellán az esélyeket, itt latolgatok. Alapvetően a Wild egyébként egy elég stabil 2-0-ával indította be itt a szezont, míg a Honvéd ugye egy meccse többet játszott, hogy 2-1-be vannak. Tegnap gazdagodtak 2 győzelemmel. Gyakorlatilag ennek a mérkőzésnek a kimenetele fogja eldönteni, hogy melyik is kerül fel most a negyedik helyre, hiszen holt versenyben van egyébként a BE, a Wild és a Lenovo. Sőt, hogy bocsánat, így a harmadik helyre jut fel ennek a mérkőzés a győztese most. Akkor a BL-t is megelőzi. Éppen pedig a nyereményjátékunk is. Használjátok a képen látható hashtaget, és hogyha emlékeim nem csinálnak, akkor Renéver azt mondta, hogy a két periférje ma kisorsanásra kerül, úgyhogy mindenféleképpen. Ja, igen. Nekem azt mondta, hogy már elrakta. Már elrakta? Hát az... azt mondta, hogy egyet nekem, egyet magának. Hát, kösz, hogy kihagytok a buliból. Na, de közben Kemper megszakít itt a mi kis vitánkat. 2-1-es csere a Honvédnak. És ott vakult inkább, de valahogy el tud menekülni. Elcidér pedig a frenzivel tud húzni egyet. Sőt, sem is végez ikkével. Silence. Négyet kell hozni a Szovának, 2 meg is van. Középen, megvan és megvan a kontakt. Tudjuk, hogy a spike lerakása az mindenképp meg fog történni. Még, sőt, még a kaput is sikerül lecsukni. Ezt mindenképp hallja két Legion játékos, de ettől függetlenül nem nagyon rejtegetik egyébként hol létüket. A lövéseket már hallott a Quixi, érkezik is. Paddát. Megvan egy fejes, jó a bénítás, de nem jönnek be rá, úgyhogy nem volt meg az információ, hogy sikerült jól használ ezt a utilitit. Quixi kinéz, megvan egy frag, és ott van a második, 1v2-t gyermek Quixi. Rögtön a pisztolykörben, iszonyatosan fontos klács. Mérkőzés kimenetét tekintve. Kezdődött minden 2-1-es csere. Ott még vakult Ike is, és itt innen kezdődött minden. Ebbi Roland sorrendben hullottak el. Igen, egyébként összességében 1v. 1v4 volt. Bár ilyenkor nem feltétlenül fair az instant tippeget néha beleszámítani, de természetesen a hangulat fokozása érdekében. Elmondható, hogy 1v4-et nyert meg a Wild játékosa. Na de mi fog történni, ebben a körbe berepül a drón. Egy pillanatra úgy tűnt, mintha berolnának. Roland került ott egy szorult helyzetbe a toxin miatt. Jók a vakítók, semmi teljesen esélytelenül halál. Vele együtt pedig pár Kemper is. Black Bunny-nak egy frag jutott azonnal jön a válasz. Nagyon hirtelen után váltás érkezett a Wild-tól. SCD pedig még jön a shotgunnal. A
hát erre nem számít. Egészen idáig menetel csak. Becsom, belett ajándékdobozóval láttad? Becsomagolták. Hát nem, hát csak az lehet még jobb, amikor... Akkor add neki puszjegyet. Már mehet haza. Szóval masni alá, de bedugja. Tíz, négy! Hát az szép kis csomagolás volt. Ugye jó? Bátlan. Uha! Van egy agro a Charger LCDF-től és meg is van a frag! Ez irányjön a 3D-es frag, nem! Mi történik itt? Jó, jó ez az agro LCDF, de gyönyörű tripla! És megvan az info még a szobáról is, nagyon gyönyörű, 4-es LCDF-től, mit csinált itt a Snotival, kérem? Ez nagyon jó volt ez a B-agro, hát ezt nézzük vissza még egyszer. Flagban nagyon jól segített supportált hátulról, kellett végig. Utána jó volt a flash is. 15! Megakasztja most a... Várjátok a honvéd. Egy ellövetés huszártól. Kemper azonban megszerzi a nyitót. Jön középre egy smoke. Aztán kijön egy ulti is. Huszár azonban visszalövi az előző körhősét. NCDF-et. Hárvédők is visszavonulnak. Több is. Nagyon levőn ablak alá. És csillapodnak a kedélyek egy rövid ideig. Hiszen 4-4-re. Megkapja a spike-ot. Nagyon beszorultak itt most középre. Vágy játékosai. Egyelőre még nem teljesen nyilvánvaló, hogy hova fogják megindítani majd ezt a támadást, akár elmentek B-re is középre, és úgy tűnik, hogy ez fog majd történni, hát a vezetésében meg is indulnak, sőt, kimennek egészen kezdőig, Sebi mindezt hallja, el is tudja tartani a kérdést, hogy tud-e egynél többet szedni. Átvált a fegyverről, de nem néznek rá, úgyhogy még túléli ezt az ütközetet. Blackbunny pedig duplázi túl, és Hasset és Roland befejezi. Két tűz közé kerülve véget ér. Na. Vajon... Tetezik-e a honvéd? Talán is itt már tehetetlen volt. Most nincs pénz a Wildnál, ekózniuk kell egyet. Jöhet a további zárkózás. Középkontroll játszik most a Wild, ami nagyjából át is van adva. Kemper is nagyon passzív pozícióban tartja csak le, hogy ne tudjanak átvatálni itt a támadók. Középre egészen B irányába, de közben a Wild pedig gyűlik fel Hallerakon felé. Spike az kezdő felől jön két játékos által, hárman pedig középre fogja megindítani a támadás. Sebbinek nem volt rossz itt a lehetőség, de csak egy frag született belőle, jöttek azonnal a válaszok. Ron még itt van lerakulni, egy társadal egyetemben, LCD-vel meg tudják fogni ezt a lerakót. 10-7, nagyon jön fel Lenovo Legion honvéd. Ebbinek épp hogy nem lett meg a dupla, pont elslisszant a Jet. Sem visszalőtték őt, Rolandtól veszek, viszont szintén jó. A dupla. És most már mind a két oldalon komoly fegyvererő. Hárman is itt vannak most B előtt. Vajon jön-e megint egy agresszívó? Jön bizony, és pont B-re jönnek egyébként a változók is, de most Chaddy-től szintén a jó dupla, de Black Bunny is válaszol! 2v2 most már! Ezzel a fraggel felszedik a spike-ot, kijön a támadó Killjoy ulti. És itt semmi nem tud bemenni. Viszont gyönyörű a frag, huszárra.
1v1-ben fog eldőlni a 18. kör sorsa. Omen piacról érkezik. Azt tudni fogjuk, hogy nem fog kimenni a rakóról. Így már egyértelmű, hogy hol lesz a pozíció, meg is van a kontakt. Talán itt a nyilla lövöldözni kicsit kockázatos, és végül... Roland ránéz. Jó volt a flash. Itt talán célszerűbb lett volna egy kicsit a szoba helyében vállalni a nyílt harcot. És lerendezni. A fegyverbevéssel, mert így egy kicsit igen, így beszorította magát. Ez az agresszió pedig megint szenzációs. Két aranglózik a Honvéd, akkor két is egy B-támadás érkezik konkrétan. De jól jöttek ki belőle. Semmit, ez fontos frag volt itt még a DJ ultin kívülről, itt pedig Rolandimon használta a flashét is. Összezavarta. Tovább. 10-8. Két út is kért rögtön a körhelyén, de ez ilyen kicsit igen. Most Csedét vakaratja fejét, hogy elultizott, de nem fog tudni egy darabig még itt előre hatolni. Most nagyon úgy néz ki a térképet leolvasva, hogy egyébként át is forognak az anyomban B-lerakó irányába. Kicsit most nagyobb a fókusz A-lerakón. Annak erre kint van a Viper ulti, úgy gondolom. Bár most már az Omen átindult szintén B-lerakó felé. Öt emberrel fog érkezni B-lerakóra. És meg is van az info. Legbenenek kell itt most nagyot alkotnia. Nagyon sok utility kipörög most itt néhány másodpercen belül. Kemper próbál fedező tüzet adni, de igazából itt túl sokat nem tud most beleszólni a történésekbe. Black Bunny elhullik lerakón. Így le is kerülhet a Spike. Mindegyik játékos bent van B-lerakón támadó oldalról. Bármit leszámítva, bár közvetve ő is itt van, nagyon jó pozíciót tud letartani. Kérdéses a Honvéd részéről, hogy egyébként ezt egyáltalán meg kell próbálni, vagy sem. Inkább kimenteni. De egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy még nem adták fel ezt a kört. Árbi tud lőni egyet, most már lebukott, ott van a második, kinéz, a harmadik elmaradt sebény, és Ron tud válaszolni egyet-egyet, de még mindig ember hátrányba kellene megpróbálni ezt a ritéket, és az idő is nagyon fogytán. Kirepül a toxin sebitől. De ez itt most már maximum csak arra lesz elég, hogy elvegyenek még egy-két fegyvert. Nem is a Jet volt. Azt hittem a Jet volt a kill szerző. Megérdemelt volna. Még itt marad exitelni, és megint van mind a kettő frag, legalább a fegyvereket is sikerül elvenni. Bár körgyőzelmet ez nem hoz a kasszába. A Wide 11-8-ra megy így el. Kicsi kivárás áll, aztán forgatás vére, Arbitro szép volt a dupla, jött a válasz a Honvéd csapatától, de nem sikerült a fordítás. Fel is line-upoltak Roland elé, hogy kicsit exitelhessen úgymond. Elvett minden fegyvert, így a Wildesot oda át nyilván szaladniuk kellett. Próbáltak mindent a túlélés érdekében. Egy smoke. Sőt, mind a két oldalon jön ki smog. Az friss elnézetét egyet ide catwalk sarkára. Most visszavett a Vile egyébként a meneteléről, mert középen elég hamar meg lesz itt a kontakt. Vixitől jön még a Sova ulti, bár nem teljesen ugyanabban az irányban, mint amerre a társai próbáltak támadni, de találtuk így sem maradtak el. És mindezek után felgyűnek röviden, de itt van egy nagyon fontos tényező, hát akartam volna mondani, hogy a térképet olvasva Arbi ment volna B-re terelni, de azon elhullott, cserébe viszont Hussar tudott entrizni egyet árövidről. Támadást így most már nagyjából végig kell menni, nincs nagyon visszaút, Roland tud duplázni, Hussarnak ott van szintén a második meg a körben, Rolandnak a tripla, majd pedig Black Bunny az utolsó szó a körben. 11-9, nagyon kiéleződik itt a küzdelem az utolsó néhány körre. És a katona pontos fogadásunk ugye 19 fél körről szólt. Ez már fix, hogy eldönt, hogy aki fölé rakta, az a győztes. Hiszen
hasonlóan, hogyha itt 13-9 nyer a Wild, akkor akkor is már 22 kört láthattunk, de ne felejtsük el, hogy most jön egy Echo kör a Wild-tól, és akár egy körös is lehet differencia. Can't use that. Füstön át némi túrás, és jön egy gyors midrás, puha, jók a trédek, kérem szépen, és hát nem üres a B, mert az Omen átjött végül. Kemper nem sebződik végül. Megáll a Wild, ezt most ezt jól csinálják. Nem kapkodják el, tudják, hogy emberölőnyben vannak. És visszaforgatják az egész bulit. Árakóra kérem szépen, és már is le fog kerülni. Így ezt már Kemper azonban végez Arbival. 3-3, a Sebi még mindig itt van Heavenben. És potolják. Jön a smoke, Roland próbál teleportálni, meg is van a túlsó sarokba, de lebukott. És nem is tud fregelni egyet sem, inkább felkapott Vandállal. Befejezi őt, egy Echo kör nyerhet, sőt nyerni fog a Wild, kérem szépen, Ikke tripla és Huszár is kivette a részét ebből a buliból, és egy ilyen körrel jut matchponthoz. Hát beszélek én itt arról, hogy egy Echo danát, esetleges Echo danát követően itt gyorsan tárkózhat tovább a Honvéd, de nem! Ikke kitűnő munkát végzett. Gyönyörű kör volt, Sheriffekkel, Ghost-tal, mindennel. Kaotikusnak éreztem ezt a riték próbálkozást. Bár nyilván kívülről mindig okosabb az ember, de olyan bátortalan, hogy menjünk, ha? ne menjünk, folyamatos előre, hátra lépés. Az ott Kemper most csak előre fele lép. Kijött az ulti, de végül a fegyverre tudott érvényesülni. Itt viszont teljesen zsákutcába szorult. Harbina. Jó a vakító. Ez itt még a sniperrel lőni párat. Azért mennek még a nózumok a falak és füstök mögött. Szabban és jó pozícióból tart. Információ szerzés gyanánt. Sikerült be is gyűjteni. De nincs teljesen egyedül. Harbi ebben a sarokban, azért Ikke még fedezi. Rengeteg utility kijött, és Roland milyen jó érzékkel túrta meg a püstölt a lehető legjobb pillanatban. Itt most meg is állt a levegő a pályán, de továbbra sem engedik el ezt a B-lerakót. Kicsit kiváltak hát, elhelyezik, visszamennek, de ez nem történik meg. Jó a tréningét. És ott van a második is, viszont a toxin miatt egyelőre. Nem mer átmenni, nem tudja mi vár rá a túloldalon, LCD egyébként tartja az operátorral, és erről talán információ is van egyébként, hiszen lőtt innen már egy feget a körben. Úgy tűnik, hogy ő se tudja. Hát ez így érdekes lehet. Nem mondod? Nem mondod? Nem látta meg LCD-ben ment. De talán most, szerintem a társai leinfózták, lehet, hogy egy pillanat erejéig látható volt. Na, 1v2. 1v4-et már hozott a Wild. Hát most... Ike nem fog még egyet nyerni. 12-10. Ugye lett Spike téve. Kíváncsi lesz majd a pénzügyére a Wildnak. Ő is fognak állni. Igen, ez itt nagyon nehéz helyzet volt Kemper szemszögéből, ráadásul ott fegyvert is váltott, amikor megállt az elem felét. De nagyon szép védekezés mutat egyébként most a Honvéd. Nyilván a szépség kibe ebből az egészből az, hogy Wildnak már megvan a matchpont. Meg az egy pont, fixen. Meg az, hát igen, ebben, igen, ugye itt nincsen hosszabbítás, tehát 3 pontot a Honvéd már semmiképp sem szerezte ebből a meccsből. Na de most Kemper megy előre, Huszár ezt letartotta, meg is nyeri a csatát. Ez az egyedül akció most annyira nem volt eredményes, nem hogy főleg nem született belőle, de még egy kicsit most át is kell reformálni a védelmet. Mert egy nagyon kitolt pozícióban esett el a Honvéd játékos. Behívnak egy beast-eket? Jól olvasom le a térképről? Ha csak nem az Omen megáll majd itt
letartani kezdőt. Elég komoly tanakodások mehettek, mert oda-vissza rohangálnak a két darab között, bár most valószínűleg a utility hangja miatt jött vissza. Két játékos is. Jöhet, hogy minden játék kicsit itt az idő. Nem érzik kell jönk ez a füst. Roland ebből ki tudta, ki nézhetett volna, de végül nem kapta meg ezt a lehetőséget. Sebi hullik el, Ike tudja beentrizni. Zárer akkor bekerül a Spike. 3v5-ben kellene matchpontot állítani most a Honvédnak. Láttunk már csodát. Nagyon túrják. Nem padlón át a beugrót, jönnek a flash-ek. Ezért Roland el is ugyanilyen jár, viszont Ike nagyon jól válaszol. És lemaradva egy trét sem. Szomát is visszalövik. Lehet, hogy 4 HP-ja van, még a quickscope sem rossz. Huszára felveszi a Vandal, így 1v2, az idő pedig nagyon fogy. Chaddy pedig megbújik a sarokban. 13-10 végül a végeredmény. A Honvédnak nem maradt meg az a lendülete, ami a tegnapi nap folyamán kint volt. A két győzelmet követően sajnos egy újabb vereséget könyvelnek el. Viszont a Vajt boldog lehet, hiszen amit Speedy korábban levezett, hogy amelyik csapat itt nyerni fog, akkor 9 ponttal fog rendelkezni, és akár a harmadik helyre is bekúszhat a tabellán. A top 3-ba fixen benn van, hiszen így jelenleg 3-9 pontos csapatunk van. Ez az ITR, a Heat, illetve a Vajt Multigaming. Szia, Enivel! Sziasztok! Esküszöm, azt hittem, hogy azt a gondolatmenetet fogod felvezetni, hogy aki nyer, az gazdagabb lesz 3 ponttal, ami ugyanúgy megkérdőjelezhetetlen lett volna. Itt van mellettünk a mai eddigi eredmények, illetve a hátra lévő menetrend. Volt egy iceboxunk, majd jött ez a csodálatos 23 körös pálya, és igen, mint ahogy már lesz ki korábban szintén elszpoilerezte, aki 19 és fél felé fogadott Twitchen, az nyert. Igazából most azért nem is nagyon részletezném, hogy mi történt, hiszen érkezik hozzánk egy interjú alany, úgyhogy meghagynánk arra a része azt, hogy mi történt a pályán. Egyetlen egy kérdés még kedves kollégáimhoz, megkaptátok-e azokat az izgalmas pillanatokat, amikre vágytatok? Speedy? Abban a szempontból igen, hogy egyébként a rövid válasz, hogy igen, de inkább csak a második fél időben. Lesz ki, búcsúzóul. Totally agree. És hát azért búcsúzóul, mert Leszky távozik itt a mai napon tőlünk, ő helyére érkezik. Matthews pedig marad velünk, ő nem szabadul. Tartsatok ti is velünk, pár perc is érkezünk vissza. Kitalálod, és belevágsz, és végigcsinálod, akár online is. Ez kell a kiváló teljesítményhez. A Magyar Nemzeti e-sport bajnokság támogatója a KNTH. Dönts okosan, KNTH, az innovatív bank és biztosító. Vásárolj most Xbox Game Pass Ultimate tagságot a konzolvilágnál. Játsz több mint 100 játékkal, és fedezd fel a következő kedvencedet. Just feel the beat. Just feel the beat. Yeah. Just feel the beat. Super Jumping Uri. Lépést tartunk életeritmusával. Az NKM-ből MVM lett. Vállalataink szakértelmének összehangolásával most még jobb szolgáltatásokat nyújtunk. MVM. Otthonunk energiája. We'll be right back.
És érkeztünk, ahogyan azt ígértem. Itt van velem a nyári Mikulás Huszár. Szerbusz, Huszár. Hello, sziasztok. Elsősorban engem meg, hogy gratuláljunk a győzelemhez így interjú keretein belül is. Ezáltal, mint ahogy azt már korábban említettük, 9.3 győzelemből. Ez ugye egy elég szép arány eddig, hiszen 100%-os győzelmi mutatót tud ezáltal a csapat felmutatni. És az első kérdésem rögtön ehhez is kapcsolódna, hogy az eddig látottak alapján mit és milyen célt látsz reálisnak, hogy hol fogtok végezni és milyen eredménnyel itt az alapszakaszban? Hát igazából a célunk az az, hogy megnyerjük ezt az egészet. Ha mondjuk jelentősen legyengült játékot mutattunk, ennek több oka is volt, már nyaralások, stb. Reméljük fel tudunk örögni, és igazából nekünk még az lenne a cél, hogy azt a játék teljesítményt tudjuk kihozni magunkból, amit külföldi csapatok ellen tudunk, vagy szoktunk produkálni. Tehát ez lenne a cél, hogy magyar csapatok ellen is ezt meg tudjuk ugrani. Ez még várat magára. Hogy éreztétek, a Honvéd egy picit lassabb és helyenként taktikusabb játékot mutatott, a ti helyenként pedig agresszívabb és gyorsabb stílusotokhoz képest. Mennyire nehéz ilyenkor visszafogni a gyeplőt, vagy éppen így taktikázni az ellenfelet? Igazából szerintem semmi különös, meg extra nincs benne. Annyi, hogy lassabban kell nekünk is használni a utility-t, illetve már, hogyha ilyen 20 szekkor érkezik be egy támadás, akkor már tényleg beton biztosan tartani ezt a rakót, hogy véletlenül se lehessen plantolni. Azt hiszem volt is ilyenkor, amikor még 3 szekkor próbáltak bemenni rakóra, a semmi esélyük nem lett volna plantolni a bombát. Volt egy pont, ahol az állás 11-9-ről módosult, és ugye bár ilyenkor még mi is azért megremegünk és beleizgulunk abba, hogy vajon vissza tud-e jönni a másik csapat, vagy innentől akkor kézifék behúzva és irány a 13. Milyen ilyenkor a belső hangulat, mennyire izgultál? Hát izgulás nem volt, inkább egy kis kiéges volt, mert hát igazából B-mént elég sokszor próbáltuk letékelni, mivel szinte szárazon próbálták ők is megfájtolni, és valahogy mindig minden körülmények között, alákoszosan, mindig mi haltunk meg, és számomra ez értetetlen volt. A szerencsére Quixi nagyon beton volt, úgyhogy sikerült megnyerni. De akkor így már meg is van az, hogy mind kell még esetleg javítani, vagy mi az, amit még lehet gyakorolni, hiszen most ugyebár lesz is erre pár napotok a következő. Igen, igen. 5. fordulóig, ami jövő hét kedden lesz, és már csak egyetlen egy pontosabban két kérdésem van, ami összefüggő, de azért mégis. Mit üzennél azoknak, akik neked, és akik a Wide Multi Gamingnek szurkolnak? Hát először is nagyon szépen köszönjük, hogy mi vagyunk úgymond a kedvenc csapatuk. Próbálunk megfelelni a várakozásoknak, és nemzetközi szinteken is minél jobb eredményeket elérni. Egy nemzetközi kupánk lesz még, amit most így előre láthatóan be tudunk határolni, hogy augusztus vége fele, 20-a után fog kezdődni, illetve próbáljuk elhódítani az Amnabet. Ezt burkolóknak is, és magunknak is egy jó cél szerintem. És még ezzel sok más csapat van így, úgyhogy kitartás nektek is, és mindenkinek, aki ezt a célt tűzte ki magának. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. És nagyon szépen köszönöm. Hello! Kitalálod, és belevágsz, és végigcsinálod. Akár online is. Ez kell a kiváló teljesítményhez. A Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság támogatója a KNTH. Dönts okosan, KNTH, az innovatív bank és biztosító. Vásárolj most Xbox Game Pass Ultimate tagságot a konzolvilágnál.
Játsz több mint 100 játékkal, és fedezd fel a következő kedvencedet! Like the rhythm in the street, my body grooving from my head to my feet. Just feel the beat. Lépést tartunk életritmusával, az NKM-ből MVM lett. Vállalataink szakértelmének összehangolásával most még jobb szolgáltatásokat nyújtunk. MVM, otthonunk energiája.